egyéni zászlókészítés, ahol szintén nagyon érdekes dolgok születtek ebben a pillanatban, most itt a világrád ládákba szurkálva találjuk ezeket a zászlókat, mert a legkreatívabbakat egy kislány hazavitte, aki volt vagy összesen 5 éves. Petőfi Sándor Talpra magyarjának a soronkénti vizualizációja gyerekek által gyakorlatilag 2-3 soronként, illetve gondolati egységekbe szedve, mondva ezt a verset kellett volna a gyerekeknek, illetve akár a felnőtteknek is vizuálisan megjeleníteni. Ez a Magyarország feletti kötélhúzás. Én úgy gondolom, hogy ha én szülő lennék, én sem biztos, hogy idehoztam volna a gyerekemet. Kezdünk itt Budapesten lassan hozzászokni a nemzeti ünnepeknek a demonstratív éléhez, és valóban nem biztos, hogy ez gyerekeknek való. Tehát, mint ahogy 10 évvel ezelőtt még egy március 15-e abszolút családi ünnep tudott lenni, a felelősebb szülők, vagy akik mondjuk ezen egy kicsit jobban be tudnak parázni, azok nem feltétlenül gyerekeikkel együtt jönnek ezekre a rendezvényekre.